Mai vendégem Dobra és Sarolta. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm, hogy meghittatok. És javíts ki, ha tévedek, de te nagyon régóta publikálsz ugye a Nőklapja hasábjain, de ez most az első regényed, amiről majd fogunk beszélgetni. Igen. Ugye? Tehát alapvetően most ez egy első könyv, tehát üvegfal a könyvnek a címe. Igen, első regény. Volt egy riportkötet, de hát az más teljesen nyilván. És miért most? Vagy hogy? Ez nagyon jó kérdés, hogy miért most. Igazából én is így most eszméltem, vagy így most realizálódott bennem, hogy megjelent az első regényem, hogy a kolléganőim, akik egykorúak velem, most már az ilyen 5., 10., 20., sőt, regényüknél tartanak. De hát ennek sok oka van, tehát nyilván egyrészt az időhiány, a gyerekek, stb., de ez már mindig, tehát régóta tervben volt a regény, meg már sokan nógattak, hogy írjak regényt, ami nyilván nagyon jól esik, meg nagyon inspiráló, de volt bennem egy olyan is, hogy regényt, tehát ez ilyen tínédzser koromban valahogy megfogalmazódott bennem, hogy regényt az ember akkor ír, amikor már mindent tud. És hát nyilván én úgy éreztem, hogy elég erős önkritikával rendelkezem, hogy most én még nem tudok mindent, úgyhogy most még van időm elkezdeni regényt írni. Nyilván aztán rájöttem, hogy ez egy hülyeség. Annyi téma van, a válás, a gyereknevelés, a párkapcsolat, a bármi, és azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben akár nagyon sok ilyen történetet írtál is, megolvastál is, megkaptál is vissza, hogy akkor mennyire volt nehéz kiválasztani ezt, amit tényleg tovább akartál vinni, illetve mennyire volt nehéz regényként gondolni rá, és nem mondjuk ilyen kisebb novellákként, amik megjelennek. Mert hogy ez egyébként ez előzőleg megjelent így folyamatával részletekben, csak egy bővítettebb kiadás jelent most meg. Hát egyrészt ez a téma, ahogy mondtad is, egy csomót írtam erről a lapba. Tehát most ez mondjuk ki, ez egy tulajdonképpen egy bántalmazó kapcsolatról szól, és engem mindig nagyon érdekeltek ennek az árnyalatai. Nyilván az ember, főleg, hogy az utóbbi években egyre több szó van erről. Nagyon sokáig nem is tudtuk ezeket a dolgokat néven nevezni, és most már így lett nevük, egyre többen fölismerik, hogy mi történik velük, hogy mit jelent ez, hogy bántalmazó kapcsolat. Kicsit már elcsépelt is lett ez a kifejezés. Úgyhogy én is így óvatosan bánok bele, de közben pedig nagyon-nagyon segít tényleg néven nevezni a dolgokat. Nyilván ismeretségi körbe is nagyon sok mindent megélt az ember, a saját bőrén is sok mindent tapasztalt, szülők, rokonok, stb. És hogy ezért is, mert engem ez nagyon érdekelt, sokat írtam róla, és így nagyon sok olyan emberrel kerültem szintén kapcsolatba, akik érintettek ebben az ügyben, mint szakemberek részéről, mint pedig alanyok részéről, vagy most mondjuk így áldozatok részéről. A címválasztásban az üvegfal a történet szempontjából azt jelenti, hogy valami, ami nagyon törékeny, vagy valami, aminek így két olvasata van, vagy mind a kettő? Sok mindent, tehát több mindent jelent egyszerre. Többek között azt is, hogy ugye ez egy házaspár története, és hogy ott van egy nagyon konkrét fal közöttük. Tehát valahogy igazából soha nem érik el egymást, de közben az a fal átlátszó, tehát nagyon sokszor azt lehet hinni, meg magunknak is be tudjuk azt magyarázni, hogy nincs ott fal, minden rendben van, mert látom, hogy mi történik. Tehát ez a kettősség, és ez itt már előjön az önigazolás is, ami nagyon-nagyon erős vonulat a regényben, ahogy ezekben a kapcsolatokban is. És hogyha váltott szemszögből íródott, akkor valójában gondolom nem azt akarja, azt hivatott ez jelenteni, hogy nem fekete és fehér. A regény végére lesz egy olyan konklúzió, anélkül, hogy most lelőnénk a poént, hogy mi az a banánhéj, amin el lehet csúszni, vagy mi az a nagy tanúság, amit le lehet vonni? Rengeteg kérdés merül fel, és rengeteg szempont, és rengeteg árnyalata van ennek. Tehát ez, hogy ki az áldozat, és ki a bántalmazó, azt gondolom, hogy ezt azért valamilyen szinten nagy vonalakban lehet látni, de közben nagyon fontos tudni azt, hogy például nekem nagyon fontos volt azt megmutatni, most nevezzük bántalmazónak, tényleg utálom már ezeket a kifejezéseket használni, tehát aki többet bánt, mint a másik, mondjuk így, hogy ő baromira szenved, tehát
attól függetlenül, vagy azzal együtt, hogy nagyon-nagyon bántja a másikat, gyakorlatilag tönkre is teszi az életét akár, az nem azt jelenti, hogy ő ezt élvezi feltétlenül. Olyan is van, tehát azok már a nagyon súlyos pszichopaták, van olyan, de hogy én ezt nagyon fontosnak tartottam megmutatni, hogy az az ember legalább annyira szenved, de és nagyon-nagyon súlyos sérüléseket hordoz magával, ahogy az is különben, akit bántanak. Tehát már ehhez két ember kell, hogy az egyik ugye úgy sérült, hogy hagyja, hogy bántsák, a másik meg úgy, hogy bánt, aztán már egymást is bántják, tehát az egész így összekavarodik egy nagy katyvasszá. Szóval ez a kétszempontúság ezért is volt nekem nagyon fontos. Tehát nem az van, hogy van egy sátán, meg van egy szerencsétlen szenvedő alany, de attól még meg lehet különböztetni, hogy ki a bántalmazó és ki a bántalmazott, és az, hogy ő szenved, az egyáltalán nem menti fel az alól, hogy bánt. Azt mondhatjuk, hogy a regénynek az is a célja, hogy ezeket a kérdéseket megfogalmazzák, akik esetleg hasonló helyzetben vannak. De ennek a házaspárnak, ahogy mondod is, Lénának és Péternek vannak gyerekei. A gyerekek szempontjai tudnak érvényesülni? Vagy hogy úgy mondjam, reflektálódik valami rájuk vonatkoztatva? Mert azért ebben nem lehet túl jó felnőni. Igen, tehát az abszolút érintve van, hogy a gyerekek abszolút szenvedő alanyai ennek, tehát hogy nekik ez borzalmas. Pláne ugye itt nagyon gyakran egy ilyen kapcsolatban itt azért felmerül, ami megint már elcsépelt kezd lenni jelzőként, hogy narcisztikus. De ez egy nagyon-nagyon gyakran jelen van, és eleve ugye egy narcisztikus szülővel felnőni, az nagyon nagy teher egy gyereknek. Két szemszög közül, anélkül, hogy lenne bármilyen személyes érintettséged, nyilván a női szemszöget könnyen megjeleníteni, mert azért az ember valahogy el tudja képzelni, hogy a nők hogy működnek ebben a helyzetben. A férfi szemszögben hogy tudtál objektív maradni, vagy hogy tudtál olyan lenni, hogy az ő fejével gondolkodjál? Olyan áldozatokkal is beszéltem, meg ismerek közelről olyanokat, akik rengeteg időt töltöttek például azzal, hogy próbálták megérteni, hogy miért csinálja ezt a másik. És eközben rengeteg mindent láttak is, tehát, hogy gyakorlatban mi történt, mit mondott, miért mondhatta, hogy ők jártak már terápiára, és ott kiderültek dolgok. Tehát ez is ilyen sok felől érkezett, és összeállt egy bizonyos kép, meg nyilván nekem is jobbról-balról volt személyes tapasztalatom is, tehát ez a sok minden így összeadódott valahogy, és nem tudom, én ezen nagyon izgultam, hogy ez hiteles-e a férfi oldal. Aztán, és állandóan mutogattam olyan férfi ismerőseimnek, akiknek nagyon megbízom a véleményében, és hál' Istennek abszolút olyan visszajelzések jöttek, hogy szerintük megdöbbentően hiteles, úgyhogy ebbe így egyelőre meg vagyok nyugodva. Amit te is érzel, hogy a bántalmazás szó, meg a narcizmus szó az így már tényleg olyan, hogy elvette az élét az, hogy ennyire a mindennapi párbeszédünk része. Ez amiatt is lehet, hogy most már az emberek nem félnek az árnyékból kilépni, hogy azt mondják, hogy valami nem jó, de ennek meg az a hátránya, vagy az a rossz következménye, hogy sokszor olyasmit is felcímkézünk ezzel, ami igen, valójában nem az. Tehát nem is tudom, hogy most a regénnyel kapcsolatban, vagy csak a véleményedre vagyok ebben a kérdésben kíváncsi, de ugye minden kapcsolatnak van egy kapcsolati dinamikája, ami lehet, hogy egészséges, lehet, hogy egészségtelen, de nagyon könnyelmű dolog az, amikor mindenki azt mondja, hogy de válj el, menj el, lépj ki, hagyd ott, és hogy ez az igazán nehéz, hogy hol van az a határ, amit érdemes még egy kicsit így toldozgatni, foldozgatni, vagy beszélni róla, vagy párterápiára menni, és hol van az a határ, ahol egyértelműen kimondható, hogy ez mindenkit rombol. Te a regény szemszögéből hogy látod ezt? Ezt most azért nem akarom konkrétan elmondani, mert egyrészt szerintem én nagyon szeretném az olvasóra hagyni azt, hogy ő eldöntse, tehát pont ezt, hogy én csak végigvezetem őt ezen az úton, és úgy próbálom végigvezetni, hogy belül lehessen a nő meg a férfi elméjében, mondjuk így. Ez is nagyon-nagyon nehéz kérdés, pont ezt megtalálni a határt, hogy
mi az, amíg még mindent meg kell tenni, mert ugye ne az legyen, hogy elromlik valami és kidobjuk, mert sokszor az a könnyebb út, de van, amikor meg az a könnyebb út, hogy maradunk, mert pontosan tudjuk, hogy ha elmegyünk, nagyon sok ilyen típusú kapcsolatban, amiről ez a könyv is szól, akkor történnek a legdurvább dolgok. Ugye nagyon sok ilyen esetről hallunk, vagy én legalábbis nagyon sokszor sokról hallok, amikor ezekkel a témákkal foglalkoztam az újságban is például, hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatból nagy nehezen kilép az egyik fél, most csak a példa miatt mondjuk azt, hogy például a nő, és utána kiderül a férfiról, még az igazságügyi szakértői vélemény alapján is, hogy egy gyakorló pszichopata. És neki ítéli a bíróság a gyerekeket. És hogy ez miért van, és akkor mindenki kérdezi, hogy de hát ez hogy lehet? És hogy általában ez azért van, és azokban a konkrét esetekben is, amikről én tudok, azért van, mert olyan szinten ki tudja készíteni ez a bántalmazó ember a másikat, hogy utána megvizsgálja az igazságügyi szakértő, és azt mondja, hogy hát anyuka nem alkalmas jelen pillanatban. Lehet a környezetnek ebben felelőssége, vagy egy enyhébb szót használok, ráhatása, mert mondjuk ez a könyv segíthet az érzékenyítésben a témával kapcsolatban, tehát hogy nem vagyok érintett, de mondjuk ráismerek valakikre, hogy az egyén felelőssége meddig terjed, amikor mondjuk a szem előtt egy ilyen zajlik, és mondjuk rájön, hogy tényleg itt esetleg van valami probléma. Hát én azt látom, hogy a legnagyobb segítség ilyenkor, amit mondjuk egy barát nyújtat, vagy egy szülő, vagy bárki. Nyilván itt most nem arról beszélünk, amikor konkrét fizikai veszélyhelyzet van, és életveszély, mert akkor mint tehát, akkor fizikailag segíteni kell elmenekülni otthonról. De amikor egy olyan, mint például a Léna és a Péter kapcsolatában, amíg ebben a könyvben eljutunk, ott a legnagyobb segítség, én azt látom, hogy az tud lenni, hogyha az ember azt érzi, hogy a barátai, a szülei, akik közel állnak hozzá, teljes mellszélességgel ott vannak mellette, és támogatják, érzelmileg meghallgatják, validálják azt, amit mond. Lénának és Péternek a története folytatódhat-e, vagy fog-e folytatódni, vagy lesz egy másik történet esetleg? Hát a terv az, a kiadóval együtt, hogy lesz egy folytatása, mivel hát aki elolvassa, az látja, hogy ez egy bizonyos helyen ér véget, ami tulajdonképpen abszolút egy vég a történetnek, de nem úgy a vége, hogy onnantól megoldódott a dolog, és vagy boldogan élnek, amíg meg nem halnak, vagy pedig elváltak, és mindenki boldogan él külön. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és akkor sok sikert kívánok. Köszönöm.